Atya, Atya, mennyiben lehet a szentek tiszteletét a gyermekek körében tudatosítani? Minél többet foglalkoznak vele a gyerekek, annál jobban tudatosul. Hogyha adunk nekik témát, feladatot, akkor pedig van valami a mi részünkre is egy ötlet, aminek a mentén elindulhatnak. Pláne a gyerekek szeretik azt, hogyha az alkotásaikat, amiket ők csinálnak, azokat meg tudjuk dicsérni. Szeretik, hogyha van számukra kibontakozás számára lehetőség. És a gyerekek erre jelentkeznek. Tehát a mostani pályázat kapcsán például azt el tudom mondani, hogy 716 gyerek pályázata került be hozzánk, és az egy nagy szám. Van 120 ezer gyerek, akihez nekünk közünk van, de ebből a sok-sok gyerekből ők voltak azok, akik igazán megszólítva érezték magukat, és hát a kiállítás mondjuk arra egy jó példa, hogy ezek nagyon alapos, nagyon komoly felkészültség, elkészült pályaművek, és hát ide a legrangosabbak kerültek. Tehát emellett még nagyon sok olyan van, ami nagyon jó, de ezek voltak a legjobbak. Milyen volt a fogadtatás a gyerekek körében a pályázatnak? Elhangzott a mai napon, hogy több mint 700 pályázat érkezett. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy korlátoztuk a beérkező pályázatok számát. Ez azt jelentette, hogy minden intézménynek kellett otthon egy előválogatót tartania. Tehát az 176 intézmény, aki beküldött pályázatot, ő bizony maximum 3 darab alkotást küldhetett be, ki kellett választani a gyerekek közül, a tanulók közül azt a 3-at, akinek a munkája aztán a végső megmérettetésbe bekerült. Ezért azt mondom, hogy nagyon-nagyon aktívak voltak a gyerekek. Én azt látom, hogy Isten az alkotásokon is látszik, hogy élvezték, kipróbálhattak különleges dolgokat, nem véletlen, hogy itt van bizony személyigazolvány Árpádházi Lászlónak, bankkártya, kicsukható, becsukható tordai hasadék, tehát talán azzal, hogy lehetőséget adtunk, hogy sokféle dolgot kitaláljanak, nem szabtunk olyan korlátot, hogy csak Szent László emlékhely, csak Szent László rajz, hanem bármibe gondolkodhattak, így azt gondolom, hogy aktívabbak voltak talán, mint szoktak lenni más alkalommal. A beérkezett pályaművekből hogy látja, hogyha mennyire él Szent László emlékezete a gyermekekben? Nagyon, nagyon-nagyon szépen. Tehát azokat a történeteket, amiket ők feldolgoztak, tehát annál többet mi se tudunk. Tehát amit lehetett tudni, amit ki lehet olvasni a 13. század, 12. 13. század elejé történeti forrásokból, ők azokat mind végig olvasgatták. Nyilván maguk szintjén lehet, hogy nem pontosan azokban a fordításokban, hogy mi megkapjuk, de hogy ezekben a regényes feldolgozásokban, történeti leírásokban utána néztek alaposan. Tehát van olyan, több olyan gyerek is, több olyan pályázat is van, aki az összes vele kapcsolatos csodát, történetet, legendát, bárhogy nevezzük, feldolgozta. Mekkora munkát jelentett ez az országos pályázat megrendezése? Azt gondolom, hogy az intézet kollégái számára egy munka, nagyon nagy munka volt, egy örömmel végzett munka volt, és ebben a munkában mi közel 600 pedagógussal osztoztunk, mert közel 600 olyan kolléga volt, mi magunk is pedagógusok vagyunk, 600 olyan kolléga volt, aki segítette azokat a gyerekeket, akik ezekre a pályázatokra készültek. 11 pályázatot indítottunk. Itt a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár kiállításán most 4 pályázatból szerepelnek kint az alkotások. A többi pályázat olyan volt, ami kézzel kevéssé megfogható eredményt hozott, hiszen volt egy műveltségi vetélkedőnk, voltak programpályázataink, projektpályázataink. Tehát egy nagy munka volt, aminek mi csak az összegzése vagyunk, igazából sokkal-sokkal több ember dolgozott rajta. Nekünk a céljaink vagy a célkitűzéseinket elég erősen befolyásolja, hogy a konferencia, a püspöki konferencia milyen témát javasol arra az évre, legyen az mondjuk a család, legyen az a hit, és most a 2 legutolsó évben a szentekre különösen odafigyeltünk, de az előző évben mondjuk a Ferenc pápa ugye a irgalmasságról beszélt, volt olyan gyerek, amelyik ezt is bekapcsolta, például az előző évben Szent Márton évben, akkor az irgalmasság is valahogy ugye a kettő eléggé összesző, persze a Szent Márton évben ez különösen egyszerű, ez a kapcsolódás, de hogy van persze, és mondjuk nem mindig szentekhez kötődően, de azt, amit akár a Szent Atya, akár a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elénk ad, mint egy jó éves programot, egy ilyen tematikus programot, abban mindig partnerek vagyunk, illetve mi szolgáljuk az egyházat, úgy, hogy tudjuk.